képződésemet is ez indította el nekem, hogy mint felnőtt és gyermekterapeuta és párokkal is dolgozó pszichológus, egyszerűen nem volt, akihez küldjek olyan személyeket vagy párokat, akiknek a fő problémájuk vagy a problémájuknak egy része szexuális természetű volt. És ez indított el, hogy képződjek ebben az irányban is, mert úgy tekintettem, úgy érzékeltem, hogy ezen a területen, erdélyi magyar pszichoterápiás gyakorlatban és képződésben hiány van, tehát szakember hiány van. Hogy ez miért van hiány, szerintem egyrészt azért is, mert egyrészt szexualitás az tabu. Még mindig azt mondhatjuk, hogy ugye, hogy a pénz a halál után ez a harmadik része a Szent Háromságnak, a tabu Szent Háromságának, a szexualitás. Igen, egy picit még óckodva nyúlunk ehhez a témához, de a másik dolog meg az, hogy a szakirányú képzések területén sem volt lehetőség arra, sem magyar nyelven, és eddig el román nyelven találtam én ezt a képződést, ahol szexuálterápiában vagy szexterapeutaként lehetett képződni. Tehát egyszerűen nem volt. Valójában beszélni ciki a szexualitásról. Mert a szexualitás valójában jelen van, túlzottan és az orrunk alá van nyomva a szexuális tartalmak, de amikor például diákokkal és vagy felnőttekkel is szexuális tartalmakról beszélünk, akkor már megjelenik a feszélyezettség, de ez teljesen természetes, mert ez egy intim része, én úgy gondolom, az emberi fejlődésnek. Viszont olyan kulturális közegből jövünk és élünk, itt az erdélyi, és akkor szűkítsek még a székelyföldi régióban, ahol sem anyáink, hát most azért mondom a nőket, mert hogy nem az volt jellemző, hogy az apa világosítja fel szexuálisan a fiát, lányát, legjobb esetben még az anya a lányát, de azok a, úgymond a mondatok, amiket kaptunk, de akár fiúk is, azok a mondatok, amiket úgymond szexuális felvilágosításként kaptak a szüleiktől, azok valahogy nem voltak túl pozitív fényűek a szexualitásra nézve. Tehát nekünk a szexualitás, hát nők esetében még inkább, mi azt kaptuk anyáink, nagyanyáink hagyományában, hogy vigyázz! Tehát ez a frász, hogy ez egy olyan dolog, amire vigyázni kell. Egy, ne maradj terhes, ne hagyjanak ott, ne legyél szégyenbe, ne kapj el valami bajt, aztán a szégyen, a bánat, a nem tudom mi megöl, tehát negatív. Tehát a szexualitás negatív, tehát több negatív konnotációt hordozott, több negatív elem és tanács és üzenet volt hozzá kapcsolva, mint pozitív. Hogyha azt veszük, hogy milyen szexuális zavarok léphetnek föl akár férfiak, nők esetében, most a leggyakoribbakat a férfiak esetében a vágy zavara, a merevedési problémák, kései, késleltetett ejakuláció, korai magömlés, fájdalmas szexus aktus. A nők esetében a vágy zavara, az orgazmus problémák és a közösülési fájdalmak. Ezek a leggyakoribbak, de ugyanakkor több más, úgymond kisebb szexuális probléma is előjöhet, amik zavarják az adott párt, vagy éppenséggel zavarja az ő identitását, a jólétét, az önmagáról kialakított képét, azt, hogy megélje ezt a fajta örömforrást is, és akkor igen, fölkereshet egy ilyen szakembert. Egyrészt információban tud a szexterapeuta nagyon sokat segíteni, és a szexedukációban, mert hogy igenis nagyon sokszor fontos az, hogy például egy merevedési zavar esetében a férfi megértse azt, hogy milyen sok tényező járulhat hozzá. Ahhoz, hogy neki nem sikerül. Nagyon szereti azt a nőt, nagyon szeretne, túlzottan szeretne neki örömet szerezni, de ez az iszonyú nagy aktivitása végül nem tud megvalósulni, mert hogy nem tud az a fajta merevedés megtörténni, amivel örömet. De hogy mivel járhat még? Egyrészt az orvosi, fiziológiai változások is, öregséggel is, idősödéssel is, krónikus betegségekkel is együtt járhatnak.
De lelki gonddal is, mert hogyha túlfeszíti magát, egész nap rohan, állandóan aggódik, átveszi a környezete problémáját, annyira összehangolódik azzal a nővel, hogy már a terapeutája, az apja, s a nem tudom milyen, akkor ez mind kihathat az ő szexuális aktivitására is. Tehát, hogy vagy például hogyan lehet késleltetni a korai megömlés esetében, milyen technikák vannak arra, amit ő begyakorolva otthon tudja késleltetni ennek a folyamatnak a bekövetkezését. Tehát, hogy ez gyakorlati, módszertani, ugyanakkor szexedukációs képzés, és nagyon fontos a kapcsolat. Én inkább azt tapasztalom, hogy az nagyon jó érzés nagyon sok kliensnek, hogy végre van egy olyan személy, akivel őszintén beszélgethet. Eleinte még pironkodás van, vagy félrenézés, de van, ahol már az sincs, hanem az a megkönnyebbülés van, hogy végre valakivel erről beszélhetek, az ennek a területnek a szakembere, tehát ért engem, érzem, hogy ért, támogat, nincs ítélkezés, nem kell megfeleljek, nem kell szégyenkezzek, mert elfogadva vagyok. Én azt látom, hogy a közösség, a közgondolkodás most kezd egy picit nyitottabbá válni. Talán akár a social media hatásának, meg az, hogy beszivárognak külföldről nyugati példák, Eszter Perel tudom említeni, könyveik elterjednek, stb. Én nagyon szeretem őt, ahogy dolgozik. Magyarországi nagy szakemberek látogatnak ide, Hevesi Kriszta, Bibók be a könyvei, stb. Tehát őket tudjuk követni, és akkor ezeknek a cikkeiknek a hatására már az erdélyi magyar közgondolkodás is, és közérzület is egy kicsit talán nyitottabban kezd meg óvatosabban közeledni, és akkor megkeresnek minket, helyieket, szakembereket, hogy akkor van-e nálunk hadlám, és akkor nagyon jó, hogy veszik ezt a bátorságot, hogy mernek óvatosan, de nyitanak felénk.